pihenés és némi játék. Ez jellemezte az őszi szezont az NB1 keleti csoportjának negyedik helyén záró nyíregyházi tekeklub játékosainak szabadságát. Kastulaik az elmúlt év zárását követően, míg részt vettek a hagyományos szlovákiai túrán, majd az új esztendőt egy ózi tornával indította a csapat. Az elmúlt hétvégén pedig négy játékos a szegedi világkupa viadalon lépett dobóállásba. Kicsit elmaradtunk a profi játékosokhoz képest a döntőbejutáshoz, a döntőbejutási szinthez képest, ami 596 fa volt. Jó magamnak 531 fával sikerült a legjobbat elérni a nyíregyházi alakulatból, ami látszik, hogy még bőven messze van a elvártól, de mindenképpen olyan gurításokat láthattunk, gondolok itt a világcsúcstartó Zavarkó Vilmosra, a többszörös magyar bajnokok, egyéni csapatbajnokok, zalaegerszegi, illetve szegedi játékosokra, úgyhogy tényleg szakmailag nagyon jót tett nekünk, videóztunk nagyon sokat úgy a mi játékunkat, mint a profik játékát, és ezeket kielemezve most a héten az edzésen úgy gondoljuk, hogy mindenképpen hasznosá tudtuk tenni ezt a kiruccanást. A tavaszi szezon nyitányán nagy kihívás vár a nyíregyházi együttesre, a bajnok esélyes listavezető budapesti erőmű ellen kellene megőrizniük a csapat lassan 5 éves hazai veretlenségét. Elég nehéz lesz most egy hosszú téli leállás után rögtön egy nagyon komoly rangadóval kezdeni. Budapesten beleszavadt a csapat egy 8-0-ás vereségben még ősszel. Ezt mindenképpen szeretnénk viszonozni. Ha nem is 8-0-ra, de bízok benne, hogy akár egy 6-2-es nyíregyházi siker születhet majd ezen a hétvégén. Mondjuk a legfontosabb mindenképpen az lenne, hogy a 2 pontot és a hazai veretlenségünket megőrizzük. Nem lesz egyáltalán ez egy sétagalop, ugyanis még egy kicsit a téli formát mutatja a csapat. Gondolok itt egy szlovenszki Tibornak még nem annyira megy a játék, illetve két sérültünk is van, a Péter Sándor, illetve jó magam, úgyhogy kérdéses még, hogy milyen felállásba állunk majd fel erre a szezonra, erre a bajnoki nyitányra, de biztos vagyok benne, hogy ez alatt az egy hét alatt még az edzéseken tovább tudjuk csiszolni a játékunkat. A nyíregyházi tekeklub budapesti erőmérkőzés vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a Városi Stadion tekecsarnokában.